Szeretettel köszöntök minden résztvevőt az ELIZA Info napon. Ahogy említetted, valóban az ELIZA Szövetség a nevével ELIZA Leonida Zamfirescu-ra emlékezik, akit az első mérnöknőnek tekintünk, vagy az egyik első mérnöknőnek, hiszen ő 1912-ben szerezte meg a mérnöki diplomát Berlinben. Egyébként Romániában született, de Romániában a nőkkel szembeni előítéletek miatt akkor nem tanulhatott. És ha már a mérnök nőknél tartunk, akkor mindenképpen említsük meg Pécsi Eszter nevét, aki itt a Műegyetemen szerzett diplomát 1920-ban egyébként építőmérnökként, és tavaly a centenárium ünnepségen a központi épület, első emeletén egy termet neveztek el róla. Ő volt az első magyar mérnöknő a Műegyetemen. A mai nap azért is különleges, mert június 23 a műszaki pályán dolgozó nők nemzetközi napja, azaz az International Women in Engineering Day. Az első mérnöknőket említette a válaszában, de mi a helyzet ma? A középiskolás lányok körében mennyire népszerűek a mérnöki, illetve a természettudományos pályák? A rövid válasz az, hogy népszerűek és egyre növekszik a női hallgatók aránya a műszaki egyetemen. Ha egy picit jobban megnézzük és elemezzük a számokat, amik rendelkezésre állnak, akkor azt mondhatjuk, hogy jelenleg a műegyetemen tanuló hallgatóknak a 34%-a nő, és ez egyébként 7%-kal magasabb, mint a magyar műszaki felsőoktatásban tanuló nők aránya, mert az 27% a KSH adatok alapján. A Műegyetemre visszatérve itt az építészkar, a gazdasági és társadalomtudományi kar, valamint a vegyészmérnöki és biomérnöki kar a legnépszerűbb a lányok körében. Itt az arányuk az 50%-ot is meghaladja. És még fontos azt megemlíteni, azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben jelentős változás következett be ezen a területen a villamosmérnöki és informatikai karon, hiszen az elmúlt 10 évben 4%-ról 14%-ra nőtt a VIC-re járó hallgató lányoknak az aránya. Minek köszönhető ez a kedvező változás? Sok mindennek azt gondolom, tehát sokféle hatás éri a középiskolás tanulókat a pályaválasztás során. Elsősorban azt gondolom, hogy a család hatása a döntő, de természetesen a kisebb közösségek, baráti középiskolai közösségek, vagy egyébként a körülöttünk zajló események, a társadalmi hatások is befolyásolhatják a döntésüket, és biztos vagyok benne, hogy a képzést kínáló intézményeknek a hatása is jelentős. És itt kell arról beszélni, azt gondolom, hogy a Műszaki Egyetem változatos pályaorientációs tevékenységet végez, megkeresi a középiskolákat, és a középiskolás lányokat arra ösztönzi, hogy válasszák a műszaki és természettudományi képzéseinket. Egyébként azt gondolom, hogy fontos, hogy arra ösztönözzük a matematikát, fizikát, kémiát, informatikát kedvelő lányokat, hogy bátran válasszák a műegyetem képzéseit. És azt látjuk, hogy ahogy az előbb is említettem, már a számok azok kedvezően alakulnak. Leginkább a lányok az interdisziplináris területekhez kapcsolódó képzéseinket kedvelik, és itt is meg kell említeni elsőként az egészségügyi mérnöki, a biomérnöki és az ipari terméktervező mérnöki mesterszakjainkat. Itt a lányok aránya akár a 70%-ot is elérheti. Miért jó lehetőség egy egyetemi hallgató lánynak, vagy akár pályakezdő mérnöknőnek az ELIZA? Az ELIZA fantasztikus lehetőségeket kínál a hallgatóknak, és ha élnek ezekkel a lehetőségekkel, akkor ezek az egész pályafutásukat befolyásolhatják. Én vegyészmérnökként végeztem a Műegyetemen sok évvel ezelőtt, és pontosan tudom, hogy mi a szerepe a nemzetközi kutatási együttműködéseknek, amelyekben részt
tettem az elmúlt időszakban, hogy mi a szerepe ezeknek az egész szakmai pályafutásomra. Amikor egy ilyen nemzetközi kapcsolatrendszerbe bekerül az ember, legyen az tudományos vagy tudományos pályázat, akkor elsősorban szakmailag gyarapodnak a résztvevők, a tudásuk gyarapodik, de nem szabad elsiklani amellett a tény mellett, hogy nagyon fontos szerepe van az ilyen együttműködéseknek a kapcsolatépítésben, a nemzetközi kapcsolatok építésében. És azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatok túlmutatnak egy tudományos vagy egy nemzetközi projekt szakmai részén, és az időkorlátain is túlmutatnak, és akár évtizedek múlva is támaszkodhatunk ezekre a kapcsolatokra. Az ELISA valami hasonló lehetőséget kínál a hallgatóknak, hallgatólányoknak, és éljenek ezzel a lehetőséggel. Kezdjék el kiépíteni a saját kapcsolatrendszerüket az ELISA keretein belül. Vegyenek részt a kurzusokon, részképzéseken, változatos lehetőséggel tudnak kapcsolódni az ELISA különböző programjaihoz, mobilitási programok, gyakorlati képzések. Vegyenek részt ebben, és használják ki az ELISA nyújtotta lehetőségeket, ezt tanácsolom minden hallgatónak.